Sok a tisztázatlan kérdés a parkolóház körül, mondta Szalóczi Géza. A kormányváltás képviselő jelöltje szerint ezek megválaszolására jó alkalom lesz a pénteki rendkívüli közgyűlés. Alig tudunk valamit, tehát ha problémát tudunk, azt is tompítva és árnyalva tudjuk, magyarán a felelősök nem mondják el az igazság minden szeletét, ezt úgy hívjuk, hogy hazudnak. Úgy gondolom, hogy holnap elkezdhetik kiteregetni 4 év szennyesét, és kezdhetik holnap a közgyűlésen a parkolóház ügyével. A képviselő jelölt a szabad sajtónapjáról is megemlékezett. Egy tegnap megjelent, az egyik helyi rádiót érintő írásra utalva elmondta még, a sajtó korlátozása elfogadhatatlan, különösen ha a városvezetés és egy magánmédium egyessége akadályozza a szabad újságírást. Szalóczi szerint nyilvánosságra kellene hozni a szóban forgó dokumentumokat.